Emberpróbáló idők állnak mögöttünk, és úgy tűnik, hogy emberpróbáló idők állnak előttünk is. Április 3-án éjszaka nehéz időket jósolt Jakab Péter, de nem tudhatta, hogy ez az ő politikai pályájára is vonatkozhat. Talán hamarabb, mint gondolnátok. Jakab Péter ugyanis lemondott a Jobbik elnöki posztjáról. A távozó elnök úgy fogalmazott, a pártnak olyan elnökre van szüksége, akivel az elnökség együtt tud dolgozni, vele pedig nem tud. Aztán rá egy nappal ugye azt is mondta, hogy de a frakcióvezetői posztot azt megőrzi. Az álmos könyvek szerint azért túl sok jót nem jelent, hogyha egy pártnak nagyon más az elképzelése az elnökről, mint a frakcióvezetőről, meg a párt irányáról. Mennyire volt determinált az, ami most az ellenzéki oldalon történik? Tehát, hogy ugye Márki-Zay Péterről is gyakorlatilag hétről hétre olyan hírek jönnek, hogy az a mozgalom az gyakorlatilag szétesik körülötte, pénzügyi elszámolási gondok vannak, sokan mondták, hogy a Jobbikban ez csak időkérdése volt, hogy ez kiderüljön. Ugye a DK Momentum most éppen megállapodott, de az egy komoly meccs ment ott is a pozíciók elosztásánál. Én szerintem az volt, én azt gondolom, hogy tehát egy ekkora ütés után, amekkorát április 3-án kapott az ellenzék, tehát ennyi idő alatt nem lehet felállni a padlóról. Én amikor például már mondjuk 3-4 nappal a választások után már mindenki azt kereste, hogy na most akkor mi lehet az oka ennek a nagy-nagy buktának, én még azt is gondoltam magam, hogy kicsit szerintem fújjuk már ki magunkat. Tehát egy ilyen helyzetben, egy ilyen traumánál nem lehet normálisan gondolkodni ennyivel a trauma után egyszerűen. És szerintem az is valamilyen szinte logikus következménye, hogy ugye azt mindenki mondta előre is, hogy az ellenzéki párt struktúra az így nem maradhat, ha nyernek havészítőek, egy ekkora vereség esetén nyilvánvaló. Azért a Jobbik már ideológiai szempontból szerintem eleve egy nagyon nehéz helyzetben volt ebbe az ellenzéki koalícióba. Nyilván az, hogy egyetlen egy egyéni választókörzetet nem sikerült megnyerni a pártnak, azért az egy nagyon-nagyon komoly kritika a pártvezetés felé. Úgyhogy szerintem a Jobbik szempontjából, ez egy következmény, a Jobbik számára is többé-kevésbé logikusnak látszott. És nálatok mi van? Már hol? Mint MMM. Ja, béke, barátság, szerelem. Igen, azzal a különbséggel, hogy Márki-Zay Péter pártot akar alapítani. És miután ez az egész MMM mozgalmisága a civilségre és a pártoktól való egyenlő távolságra és az együttműködésre épült, ezt nem nagyon tudjuk sokan támogatni, és nem akarunk MZP-nek, amit rövidíten úgy is mondhatjuk, hogy Márki-Zay párt nevezetű vállalkozásnak a cöfje lenni. És ezért aztán nekünk vannak ilyen kis... Ez jó pofa. Nekik eléggé megéri egyébként. Mármint a cöfnek. Egyébként igen. Igen, ott van egy jelentős pénzmozgás. Hát ott is van pénz még. Ezt nem tudjuk. Azok a hírek, hogy maradt nem kevés pénz. Ezt lehet, hogy így hallani, de mi ebből ki voltunk rekesztve, mint MMM vezetőség. Mi sem felügyelőbizottságként, sem elnökségként nem tudtunk működni, mert az elnök és az operatív igazgató ezeket a kérdéseket kézbe vette. Azért ezek most ilyen, hogy mondjam, kedves tónusban, de nagyon komoly kritikák, amiket megfogalmazol. Kedves tónusban, tehát, ez majd lesz egy közgyűlés, ahol valaki a korrupció ellenességet tűzi zászlajára, és nem tud elszámolni a pénzekkel, és a mozgalma nem lát rá a pénzügyekre, azért az... Valószínűleg itt... De erről csak ügyetlenül kommunikál, ezt én nem tudom eldönteni különben, hogy valóban nem tud elszámolni, vagy olyan ügyetlenül válaszol azokra a kérdésekre, hogy szóval nem, mi a tendő. Szóval hogy, Kati, hogy én nem bántom őt, mert végül is egy jó ember, és jó szándékú, és egy szimbolikumnak, tökéletes volt szimbólumnak, hogy ő legyőzte annak idején összefogással a fideszeseket. Hódmezővásárhelyen. Úgy gondoltuk, hogy ő majd ezt ilyen országos vonatkozásokban is meg tudja valósítani. Hát persze lehet tévedni, de ettől ő még maradt az a jóság, aki akar lenni, csak nem jól látja a pályát időnként, nem tehet erről, mert vannak haszonlesők körülötte, mint mindenhol, és ezt a mozgalmat én nagyon sajnálnám, nem azért, mert ott voltam a megszületésénél. Most ezzel azt mondod? Megpróbálunk kompromisszumot kötni, csak hát... De hol a kompromisszum? Hát mondom, egyenlő távolsággal, de úgy lehet kompromisszumot kötni, hogy aki belátja azt, hogy aki civil mozgalmat mozgósít, és embereket mozgalmi feladatokkal bíz meg, akkor abból nem lehet pártosodni, mert ez a kettő egymást kiüti. Tehát szeretném én jogász emberként az alapszabályba beépíteni azt a rövid mondatot, hogy aki a mozgalomban tisztségviselő, az nem lehet pártban is tisztségviselő. Mert ez a kettő szerintem összeférhetetlen. Na most, ha ezt megérti az elnök úr, akkor van békebarátság, ha nem érti meg az elnök úr, akkor megborul a hajó. De szerintem ezen már túl vagytok, hiszen hát majd a jövő héten leszünk túl. Ja, jó.
Addig még ezt le kell játszani, a tagságban van egy jelentős hányad, akik azt mondják, hogy ez így helyes, ahogy én magam is gondolom, és van egy másik hányad, aki azt mondja, hogy bele a pártba, induljunk be a pártba. Hiába mondom, hogy ez olyan, mint... De mert egyébként ez a tagság úgy látja, hogy Márki-Zay Péter neve egy olyan húzónév most, ami berobban, és hirtelen 5-10%-ot fog csinálni az elmúlt... Hát vannak ilyen hívek, akik ezt így gondolják, mint hogy annak idén elhangzott, ugye, hogy majd ő elhozza az árva elárvult fideszeseket, csak nem látta még őket senki. Tehát nem tudom, hogy kit fog majd elhozni, de hagy pártosodjon, lehet, hogy a Jobbikkal fogja a következő készfogót megtartani, nem tudjuk, mi fog történni, de egy biztos, hogy mi öreg civilek, és ősszívileg nem akarunk elpártulni. El akartunk volna pártulni, beléptünk volna a pártba. Szerintem Gyurcsány Ferencen kívül mindenkit maga alá temet ez a vereség. És azt is gondolom, hogy lesz 2,5-3 év, mire valakik kiemelkednek majd, és újra rajzolódik az ellenzéknek a körvonala párt szinten is. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak a személyek tűnnek el, hanem kisváltatva a pártok is. Elég borús jóslat az ellenzéki szóval. Biztos, hogy borús. Hát ja. Megmondom őszintén, én szerintem a legnagyobb probléma ott került, hogy nem volt való szembenézés azzal, hogy mi is történt november és április között. Tehát mindenki másra mutogat, ez látszik, ugye a legegyszerűbb azt mondani, hogy hát a vezér a hibás, és akkor ő most megbukott, tehát akkor innentől mi mossuk kezeinket. De hogyha valaki úgy tényleg végignézi az eseménysort, akkor azért látszott, hogy volt egy úgynevezett összefogás, amiben már a legelső hónapban már kibeszéltek. Az összefogás igazából tartalmilag nem nagyon működött. De ugye nem az előválasztás volt a hibás ebben. Nem, már utána beszélünk, tehát az előválasztás utáni helyzetről. Köszönöm. Nyugalom. De van, aki ezt mondja. Az is hibás. Nem tudom, mi a jó megoldás ilyenkor. Az biztos, hogy egy valós értékelésre azért szükség lenne, mert bármi történik. Mondjuk én így teljesen kívülállóként a pártpolitikától, én azt gondolnám, hogy az van egy kultúrát megoldás arra, hogyha valaki megbukik. Tehát én akkor leszoktak mondani, akár minden pártelnök lemondhatott volna azzal, hogy hát én... És akkor már elindul a választhatja. Az a mém terjed most ugye Jakab Péter lemondásával, hogy az elnökök Viber csoportból, vagy nem is, Szignál csoportból éppen kitávolítanak el, és most ő lett a második, akit... Egyébként csak a valós értékeléshez még... Nagyon lejárt az időnk. Egy mondat. Oké. Ez egy nagyon sok millió forintba kerülő vizsgálat lenne. Erre nekem az egyik ellenzéki pártelnök azt mondta, hogy erre senki nem fog egy fillért költeni. Igen. Ehhez képest, ha oknyomozó újságírói munkákat olvasnak, azért abból is sok mindenki. De az embereknek van lelkük. Tényleg nagyon lejárt az idő. Az embereknek van lelkük, és nem szabad a fejükön. Még itt folytatjuk, maradjanak itt az átéven, és jövő héten is szépen. Nem szabad a fejükön ilyen döntéseket hozni.